Ebben a videóban a csendes refluxról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A reflux az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma ma a világon. Több videót készítettem már a refluxról, a gyomorégésről is, ezeket betettem a videó leírásába, javaslom őket megtekinteni. Az ezen korábbi videóban elhangzott témákról most nem lesz szó. Két különböző fajta reflux van. Az egyik refluxnál a gyomorsav a nyelőcsövet érint, a nyelőcsövet marja, míg a másiknál nem a sav jön fel, hanem a gyomorsav gőze, és nem a nyelőcsövet marja, hanem a nyelőcső felső szakasza körüli részeket, a hangszálakat, a torkot, vagy akár még az orr üreget is megtámadhatja. Tehát amikor itt fent érzel összehúzó, maró, szorító érzést, akár a nyaknál, akár a toroknál, a gégénél, vagy mondjuk a hangod megy el, az is reflux, csendes reflux, vagy gége reflux, melynek hátterében a gyomorsav gőz áll. A csendes reflux esetén picit más a helyzet, mint a normál refluxnál, ezért más megoldásokhoz kell folyamodnunk. A következőkben 5 olyan megoldást fogok felvázolni, amelyek elsősorban csendes refluxra jó, de meg lehet őket próbálni normál nyelőcső refluxra is, azokon is segíteni fog. Az első az ágy és a párna megdöntés, illetve az alvás pozíciónkra való odafigyelés. Az ágyunknak azon a szakaszán, a oldalán, ahol a fejünk van, a két láb alá tegyünk be valamit, amivel az ágy egy 15-20 centit ezen az oldalon, tehát ahol a fejünk van, feljebb emelkedik. A megoldás lényege, hogy ezáltal alvás közben a testünk nem lesz teljesen vízszintes, hanem kb. Egy 10-15 fokot fog bezárni a földdel, így a gyomor savgőz vagy folyadék kisebb valószínűséggel fog feljönni a nyelőcsön. Ezt tovább fokozhatjuk azzal, hogy tudatosan odafigyelünk arra, hogy a bal oldalunkon aludjunk. Látható itt a képen, hogy hogyan helyezkedik el a gyomoré és a nyelőcső a testünkben, így ha az alvás alatt a bal oldalunkra fordulunk, látható, hogy sokkal kisebb az esélye annak, hogy a gyomorból a folyadék vagy a gőz kiáramoljon a nyelőcsőbe. A következő a lúgos vizes szódabikarbonás torokspré. Vegyünk egy 100 ml-s szórófejes üveget, öntsünk bele lúgos vizet, és adjunk hozzá egy kávéskanálnyi, vagy két kávéskanálnyi szódabikarbonát, majd jól rázzuk össze, hogy feloldódjon. Ezt a folyadékot spricceljük be a torkunkba, minél mélyebbre, illetve nagyon-nagyon kis kortyokat is ihatunk belőle. Csendes refluxnál az történik, hogy a gyomorsav gőz, amikor feljön egészen a gégéig, a torokig, a hangszálakig, akkor a gőzben lévő pepszin, ami egy fehérjebontó enzim, képes akár 4-5 napig is ott megmaradni. Tehát lehetséges, hogy valamikor napokkal korábban volt valamilyen negatív emésztési reakciónk, amelynek hatására egyszer feljött a gőz a gyomorból, és azóta semmilyen gyomor problémák nincs, mégis érezzük a reflux hatásait a torokban, a nyaknál. Ezzel a lúgos folyadékkal pár perc alatt semlegesíteni tudjuk az erősen savas kémhatású pepszint, ami lényegében ugye megtelepedett a gége környéki részeken. Ne ígyünk belőle sokat, tényleg csak egy-két kis kortyot, és lehetőleg étkezés után egy-két órával fogyasszunk csak belőle. A torokba történő bespiccelést bármikor végezhetjük. Harmadik lépésként a kalcium, a magnézium és a B1 együttes alkalmazását hívhatjuk segítségül. A nyelőcső és a gyomor találkozásánál van egy izom, amire, mint korábbi videókban már beszéltem, legnagyobb hatással a gyomor savassága van. Tehát minél savasabb a gyomor, annál inkább zár ez az izom, és nem engedi, hogy a sav vagy gőz feljöjjön. A gyomor savasságán túl a kálciumra van még szükségünk az izom összehúzódáshoz. Ugye a kálcium összehúz, a magnézium és a kálium kiengedi az izmokat. A legjobb kálciumforma, amit itt alkalmazhatunk, az a kálcium laktát, mivel könnyen felszívódik, még akkor is, ha gyenge a gyomorsavunk. A magnéziumból célszerű magnézium bisglicinátot szedni, és azért kell, mert a kálcium és a magnézium együtt működnek a szervezetünk, mert együtt fejtik ki a hatásaikat. A B1-re, tehát a B1 vitaminra pedig azért van szükség, mert az egész emésztési folyamat szoros kapcsolatban van a vágószideg működésével, a vágószideg számára pedig a B1 a legfontosabb mikrotápanyag. Ha refluxunk van, nagyon fontos, hogy lecsökkentsük a szénhidrát bevitelünket, főként a gabonából készült ételeket, mivel a gabonai ételek lúgosító hatással vannak. Ellenben savasító hatással vannak a húsok, főként a zsírosabb húsok, vörös húsok, tehát tegyünk minél több húst és minél kevesebb gabonából készült ételt, minél kevesebb finomított szénhidrátot. Próbáld meg akár a zöldségek nagy részét is kizárni egy időre, és szinte csak húst egyél, illetve állati zsíradékot egy pár napig, és figyeld meg a
hatásait a szervezetedre. És végezetül mind a csendes reflux, mind a normál reflux megoldásához a rekeszizom erősítő gyakorlatok is nagyon sokat segíthetnek. A rekeszizom itt van a tüdőnk alatt, vízszintesen a testünkben, a mellőreget és a hasüreget választja el. A rekeszizmon halad át többek között a nyelőcső is, és mindjárt az izom után van a nyelőcsőn az a záróizom, ami elválasztja a gyomrot a nyelőcsőtől, más szóval ahogy áthalad a nyelőcső a rekeszizmon, már egyből bekapcsolódik a gyomorba. Szinte mindenkinél, akinél reflux jelentkezik, bizonyos mértékig diszfunkció alakul ki a rekeszizomnál, tehát megváltozik a rekeszizom működése, és ez kihatással van arra a gyomor és a nyelőcső találkozásánál lévő záróizomra, mivel ugye ott van a közelében. Tehát elkezd rosszul működni ez a záróizom, nem zárja el ugye rendesen a savat, a gőzt a gyomorban, így az feljön a nyelőcsőn. A rekeszizom diszfunkció kialakulás hátterében a legtöbb embernél az ülés van, pontosabban az így ülés, ez ugye a legtöbbször a számítógép előtt történik, másik oka egyébként a mély levegővételeknek a hiánya. A rekeszizom működésének a helyreállítása az az első fontos lépés, hogyha számítógép előtt dolgozunk, vagy ülőmunkát végzünk, a továbbiakban kezdjünk el állva dolgozni, tehát az ülőmunkát csökkentsük minimálisra. Ez nyilván a számítógépasztal átrendezését jelenti, meg kell ugye emelni a monitort, billentyűzetet, az egeret. Következőkben pedig mutatok három olyan gyakorlatot, amelyekkel helyre tehetjük a rekeszizmot. De a neten biztos találsz egyébként másokat is. Az első azok az egyszerű, mély, lassú levegővételek. Minél jobban táguljon ki a has, és minél hosszabban tartsd bent a levegőt, és lassan fújd ki. A következőnél tedd a két kézfejedet egymásra itt középen, közvetlenül a bordák alatt. Lélegezz lassan mélyeket, normál módon, hasból párszor figyel meg, ahogy ugye a hasad előre, hátra mozdul. Majd következő lépésként kezdj el ellent tartani a hasnak, amikor levegőt veszel. Mutatom. Tehát veszem a levegőt, de nem engedem, hogy a hasam kifele mozogjon. Ezt lehet naponta sokszor gyakorolni, ismételgetni. És a harmadik hatékony módszer pedig a következő, vegyél mély levegőt, majd lassan fújd ki az összeset a szádon és az orrodon is, és fogd be az orrodat, csukd be a szádat, majd ha ez megvan, kezdj el levegőt venni hosszabb ideig, akár 10-20 másodpercig is, befogott orral és csukott szája. Ha jól csinálod, nagyon enyhén érezni fogod itt középen a rekeszizomnál, hogy enyhén feszül. Tehát kifújtam a levegőt, befogtam az orromat, becsuktam a számat, és próbáltam úgy erősen levegőt venni, mint normál módon. Következőnek talán célszerű azt a videósorozatot megtekintened, ha még nem láttad, amit a gyomorsavról és a refluxról készítettem korábban. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled,